Három évvel ezelőtt született meg a szeretetfa ötlete, melyre a csillogó díszek helyett mézes kalácsfigurákat aggattak a központ munkatársai. Működik nálunk a Segíts, hogy segíthessünk alapítvány. Ennek az alapítványnak az a célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekeken és családokon segítsen. És így jött az az ötlet, hogy a sok karácsonyi ünnepély mellett mi az adventet egy szeretett fa felállításával indítsuk el, és attól igazán szeretett fa, hogy a munkatársaim saját kezülek sütik meg a mézes kalácsokat, gyönyörű szépen kidíszítve. Azok, akik jelképes összeget vásárolnak a mézes kalácsokból, a rászorulókat támogatják. Az első figurát Dénes Sándor polgármester vásárolta meg. A könyvtárban nagyon sok ember megfordul, és azonnal a figyelmét oda irányítja, és egy picit ráhangol bennünket erre a gyönyörű szép ünnepre, Jézus Krisztus születésére, a karácsonyra, a szeretetre, és ez sugározza tulajdonképpen. Köszöntőjében Cupi Gyula igazgató arra emlékeztetett, látogatók szempontjából a könyvtárban is az év egyik legforgalmasabb időszaka az advent, s az olvasók közt bizonyára sokan lesznek majd, akik szívesen segítenek a rászorulókon. Az ünnepségről természetesen a karácsonyi műsor sem hiányozhatott, melynek végén a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai és gyermekeik énekeltek. A szeretetfát idén Laskai Csaba ajánlotta fel.